Az energiaválság hatására az oktatási intézményekben szerte az országban hosszabb téli szünetet rendeltek el. Az idő most már az új feladatok felé fordította az intézmények vezetőinek figyelmét. Ez a 2023-as év is eseménydús és mozgalmas lesz az óvodánk életében. Éppen a napokban ültünk össze a nevelőkkel, és átbeszéltük a nevelési év programjait, a különböző tervezett tevékenységeket. Lesznek hagyományos programjaink, és ezeket, illetve emellé szeretnénk még kicsit színesíteni a gyerekek életét. Szeretnénk színházba menni, múzeumba. Fő célkitűzésünk, hogy így mondjam, a szülőket most már, mivel lehetőségünk van rá, sokkal jobban szeretnénk bevonni a mindennapjainkba, a mindennapi életünkbe. Ugye az elmúlt év végétől már úgy döntöttünk, hogy bejöhetnek a szülők az óvodába, bekísérhetik a gyerekeket. Ez igen pozitívan hat a kapcsolatunkra, és szeretnénk ezt tovább mélyíteni. Kiemelten szeretnénk foglalkozni az új óvodásaink szüleivel, illetve hát a kis óvodásokkal is, a leendő óvodásainkkal, valamennyi olyan programunkra, amelyre el tudjuk őket hívni, és tudunk számukra szervezni tevékenységet, akkor vendégül fogjuk látni őket. Ez már csak azért is fontos, mert a kicsik így megismerkedhetnek majdani óvodájukkal, ami nagyban segíti a beszoktatást, mondja Simon Csabáné, aki arról is szólt, számos kisebb felújítás is kezdetét veheti a közeljövőben. Szeretnénk mezitlábas ösvényt kialakítani számukra, vagy legalábbis elkezdeni ennek a kialakítását. Továbbá, hát bizonyos karbantartási munkákat is el kell végeznünk, valamennyi teraszhoz tartozik ilyen kis kiülő asztalkával, paddal. A gyerekek számára nagyon szeretnek ott rajzolgatni, játszani, és ennek a javítását kell elvégeznünk. Az anyagot megvásároltuk már hozzá az elmúlt évben, és egy leendő kisgyerekünk édesapja fogja majd ezt elkészíteni számunkra. Az óvoda jelenleg majdnem teljes létszámmal üzemel, a csoportok átlagosan 22 fővel működnek. Pálnak hívta, hogy milyen fajtájú kutyával változom? Magyar vizslával. Hangos olvasási felmérés zajlik a Kanezsai Dorottya általános iskolában. Az intézményben a fél év zárására készülnek, hogy aztán a második fél évnek vághassanak neki, ahol különösen a pályaválasztók számára nehezednek a kihívások. Fél év zárásunk van, tehát ez a hét és a következő hét és az előző fél évet le kell zárjuk, tehát ami nem megíródott fél éves dolgozatok, azokat most így hirtelen mindet be kell még passzíroznunk ebbe a két hétbe, és ki tudja, hogy a gyermekek mennyit felejtettek a téli szünet folyamán. Azok a jegyek, amiket így a gyerekek produkáltak, annak a vagy stabilizálása, vagy még jobb átétele, én azt gondolom a szülők is mindig ezt várják el otthon a gyermekektől, hogy egy bizonyos szintet hozzanak, és azt gondolom, hogy az, amit mi tanítunk, az be is évődjön a tudásukba, és meg is maradjon. Ez számunkra a legfontosabb, hogy a következő tanévben és az azt következőekben minden tudásuk ott legyen a fejben, amit mi megadunk nekik. Számos programterve van kész az iskolában az előttünk álló fél évre. Olyanok is, amelyek az elmúlt időszakban a Covid-nak köszönhetően elmaradtak. Például a Farsangra gondolok, ami február második hetében lesz, előtte a Dorottya napunk, ami már több évtizedes múltra tekint vissza, és hogy az újra normális kerékvágásba tudjuk megtartani, hiszen a Dorottya napunkat is mindig a tornacsarnokban egy nagy műsorral adtuk elő, illetve a felsős és az alsós farsangi kavalkád is, hogy újra ugyanúgy tudjuk megtartani, mint az eddig a Covid időszak előtt, hiszen egy nagy családi, egy összejövetel szokott lenni, sok zenével, mókával, evés, ivással és mindenféle dologgal. Egy farsang, amikor tényleg közvetlenül együtt vagyunk, és akkor a szülők is egy kicsit más oldalukról is ott tudnak lenni velünk és a gyerekeikkel. Középúri egyház és szerepe. Történelem óra zajlik a második Géza gimnáziumban. A második fél év mindig izgalmas az iskolában, hiszen ekkor kezdődnek a Géza napi rendezvények, na meg a végzősök számára is közeleg az érettségi ideje.
Jövő héttől már indul a tudományos diákkörnek az előadás sorozata, amely több évtizedes hagyománya van ennek már. Hamarosan itt van a február, ez pedig már az iskola naphoz kapcsolódik. Lesz benne kampány, királyválasztás, királybeiktatás, tehát lesz egy, ilyenkor van a Géza napnak az a része, amely a diákokat érinti. Ekkor lesz a Géza tusa versenyünk is. És szeretnénk, hogyha az idei évben ismét vissza tudnánk térni ahhoz a hagyományhoz, hogy a gyerekek a tehetségüket meg tudják mutatni, és márciusban pedig gálát is tervezünk, tehát lesz, reményeink szerint lesz Géza gála is. A gimnáziumban a hangsúly ez mindig a 12-eseken van, hiszen ők érettségiznek és tovább tanulnak, és nem mindegy, hogy ki milyen irányban megy és mit választ. Tehát én azt gondolom, hogy most nagyon körültekint kell dönteni, és nagyon fontos az, hogy minden információt ilyenkor összegyűjtsenek, diákok és szülők is, hogy a legoptimálisabb módon tudjanak választani. A most végzősök azok a fiatalok, akik 9-10-ben a Covid miatt gyakorlatilag otthon jártak iskolába. Azt a tudásanyagot, amelyet be kellett pótolni, már sikerült átadni, mondja Simegi József. Így nagy eséllyel sikeresen készülhetnek életük első igazi megmérettetésére.